Szép, sziasztok! Molnár Gábor vagyok, a Zsermusz Hungary-nél dolgozom. Egy mintát hoztam, demo készüléket nem, tehát kombinó kettévágás nem lesz, ezt szerintem körbeadhatjátok. Ez egy kőzet minta, ami 3000 méter mérő a sacra. Való egy homokkő és egy lézerrel csináltunk bele egy lukat. Ami miatt itt vagyok, mi egy lézeres kőzetfúrás technológiát fejlesztünk, illetve már a prototípus készítés fázisában vagyunk. A célunk az elsősorban a kőolaj és a gázipar, de vannak vízióink, tehát geotermális utaknál is alkalmazható, sőt, hát a nagy vízió az akár majd a kisbolygó bányászat, ahol nagyon hasonló eszközökre lesz szükség. Néhány szót mondanánk ezekről, hogy szokás kőzetet fúrni lézerrel. Mondjuk ez a szokás szó, ez kicsit túlzás. Ha jól tudom, ketten vagyunk a világban, akik ezzel küzdünk most, két eltérő technológiával. Az egyik technológia, ez a spooling technológia, amikor a kőzetet fölmelegítik a lézerrel, de nem érik el az olvadáspontot, hanem a benne lévő feszültséget felszabadulnak, lepattogszanak belőle darabok, illetve meglazul. És ezt vagy nagy nyomású áramlással, vagy pedig hagyományos mechanikus fúrást elősegítendő ezt a technológiát eltávolítják. Amivel mi foglalkozunk, ennél a technológiánál megolvasztjuk teljesen a kőzetet, és az olvadékot távolítjuk el, ezzel készítünk furatot. Itt ez a, de lehet, hogy egy másik minta lefotózva, és ami nagyon jól látszik, hogy mivel mi megolvasztjuk a kőzetet, mi egy üveg csövet képzünk, tehát egyből fala is lesz a lukunknak, hogy öntartó legyen, és ez a fal még sok hasonló, vagy sok praktikus dologra jó. Itt az alsó a mi mintánk, ez egy metszet készült róla és elektromikroszkóp alatt van a kép. Mert hogy az üvegbe létre tudunk hozni mikrocsatornákat, tehát áteresztővé tudjuk tenni a furatot. Ez mondjuk egy kőolajkútnál nagyon praktikus, hogy be is tudjon áramolni az a kőolaj. Azon kívül, mivel megolvasztjuk a réteget, és ez egy folyamatos átmenetet képez az eredeti formáció felé, rögzítjük a homokszemcséket, mert a távolabb lévő homokszemcséknek csak a felülete olvad meg, és ott tapadnak össze, ezáltal nem tudnak mozogni. Ez egy nagy probléma a kőolajkútaknál, hogy homokolnak, így egy szűrőt is képzünk egyúttal, nem kell külön szűrőt készíteni. Mindig kettőt nyomok. Itt látható nagyjából egy vázlat, hogy képzeljük el a berendezést. A felszínen van a lézergenerátor, ez egy nagyon fontos, mert azért ez nem olyan pici manapság egy lézer, hogy egy ilyen 8 incses csőbe belerakjuk. Mi azért nagy teljesítményt használunk, mondjuk ez a minta, ez egy 10 kW körüli lézerrel készült. A terepi teszteket azt már 100 kW-tal szeretnénk, 100 kW folyamatos üzemű lézerrel végezni. És itt jön az, hogy miért jött létre ez a technológia csak most. Tehát most ért el oda a lézerek gyártása, hogy megfizethető áron ilyen teljesítményű lézereket lehet venni. Elsősorban az autóipar, mint nagy felvevő piac, akik ilyen 10 kW körüli lézereket most már nagy mennyiségbe vásárolnak fém megmunkáláshoz. Ez lenyomta az árakat, tehát előállítják. A másik, hogy üvegszálon továbbítjuk a fényt a lézerfejig, ami akár 3-5 kilométer mélyen is lehet, és az üvegszál gyártás technológia is most ért el oda, hogy tudnak olyan kis veszteségű üvegszálakat készíteni, mondjuk 3 kilométeren jellemzően most már csak 50% a veszteség. Tehát le tudjuk juttatni a megfelelő energiát. És ezek is megfizethetővé váltak. Itt látszik egy kicsit nagyobb összeállítás, hogy képzeljük el. Tehát nem a fő furatot fúrjuk, arra nagyon jók a hagyományos technológiát, hanem abból ilyen kis mellékfuratokat, amin keresztül tud beáramolni a kútba az olaj, gáz, melegvíz, egyebek. Röviden ennyi lett volna a technológia. Próbáljuk! Kifogatlak.
egy dolgot kérdeztem, hogy a gáz, és hogy a felmelegítitek a mikrofonban? Nincs oxigén. Az 50 kilowatt. Mert hogy 3 kilométeren oszlik el ez az 50 kilowatt veszteség, tehát ez ha 1 méterrel lefetti, tehát ilyen 10 fokos hőmérséklet emelkedést okoz csak a szívőszálló. Viszont egy generátor, tehát ezek a 400 kilowattos generátorok ilyen 2,5 méterszer, másfél méteres kis konténerbe kaphatók. Minden rendes koncertre olyat visznek ki. Van költségbecsésétek, hogy mennyiből lehet egy gépen lefúrni? Hát ez nagyon nehéz, mert a kőolajiparban nem is ennek a technológiának a költsége a meghatározó, tehát, hanem hogy kijuss maga az adott helyre. Azon kívül az extrém körülmények, amik megdrágítják, tehát mondjuk egy 5000 méteres kútban 500 bar nyomás van, és körülbelül 200 fok hőmérséklet. Na most 200 fokra nem tudom, elektronikával foglalkozók vannak, 200 fokos környezeti hőmérsékletre nem triviális elektronikát gyártani. Tehát inkább ezek, amik drágító tényezők, nem majd a lézer technológia. De ezek egyébként is jelen vannak a kőolajiparban. Tehát. Csak a költség mellettem volna kíváncsi, mennyiből fújtok? Tényleg nagyon nehéz megbecsülni, tehát ezek itt nagy számok vannak, tehát kőolajiparban mondjuk egy terepi munkavégzés az alsó hangon, mire elindulsz, $1 millió. Tehát ketten vagyunk tudomásom szerint a világban, akik foglalkozunk ilyennel, egyik egy amerikai cég, ők ezzel a spalling technológiával foglalkoznak, a másik pedig mi itt jelenleg Gödöllön vagyunk. Ja, van egy régi videóm, most egy, a mostani videókat nem hozhattam el bizonyos okokból. Ez egy 3 évvel ezelőtti kísérletünk. Itt egy ilyen kőzetmintát olvasztunk, ez még azt hiszem 2-3 kilowatt körüli hőmérséklet, és itt látszik, hogy maga az olvadt anyagot elszívjuk. Amiben van a kunst, mert hogy egy olyan körülményeket alakítunk ki, hogy ezt az olvadt anyagot vékony üvegszálakká alakítjuk át, mert ugye ezt föl is kell hoznunk a 3 kilométeres mélységből, és ezek az üvegszálak áramlással vagy egy ilyen fommal nagyon könnyen felszínre hozhatók. Tehát kontrollált méretű szálakká tudjuk alakítani. Igen, igen, ezután lehet közetgyapot adjátok. Igen. Homokkőben működik ez a történet, vagy mindenféle kőzet? Vannak nehezítések, ugye itt a nagy kérdés az, hogy mennyire nyeli el a lézerfényt, illetve mennyire tükröződő. Mi ezt az infravörös tartománynak a 1000 nanométer körüli sávját használjuk a lézerrel. Ugye jellemzően aktív fényszál lézer célszerű használni a üvegszál miatt, ez 1060-1070 nanométeren megy. Például a mészkő nehezebben nyeli el, tehát ott nagyobb energiára van szükség, illetve lehet trükköket bevetni, hogy egyébként is alkalmazott nitrogénos áramlásba valami olyan festékanyagot rakunk, amitől mégis jobban elnyeli a lézerfényt, és föl tudjuk melegíteni, de egyébként nagyjából bármit. Egy kicsit csavarunk a teljesítményen, és akkor majd olvas. Igen? Igen, igen, van kamerán. Igen, tehát látjuk, hogy mi történik. Igen? Bármiféle terepi körülmények között ezt lehet ezt átítani. Egyelőre most készítjük a prototípust. Itt ugye, mint startup, a tőkebevonás egy kérdéses dolog mindig, és a terepi tesztek azért ilyen $10 millió nagyságrend, tehát most vagyunk ebben a fázisban, hogy ez következik. Ilyen, hogy innovációs forrást, mint EU-s forrást bevontatok eddig, vagy képesek vagytok-e cég szerint bevonni, mert igazán... Igen, megtaláltuk a lehetőséget rá, tehát eddig nem vontunk be befektetőt. Tehát eddig saját pénzből, itt van egy az
alapítók között, akiknek már van lézeres cége, onnan átfinanszírozva ezt, nekik van egy 15 éves lézeres cég, illetve magyar pályázati pénzek is vannak benne. Csak magyar vagy európai? Hát EU-s, de Magyarországon keresztül. Egyébként most van, tehát direkt EU-s pénz eddig még nem volt benne, most van folyamatban direkt EU-s pályázatunk. Igen? Mi az a maximális mélység, ahol tudtok fúrni? Ugye mondtad, hogy minél mélyebben, annál magasabb a hőmérséklet, és egy bizonyos hőmérsékletre már nem lehet elektronikát gyártani. Mi ez a mélység most? Hát amivel konkrétan most próbálunk dolgozni a tervezés fázisában, mert hogy konkrét iparági partneri igény van, mondjuk az egy picit más technológia, de ugyanígy lézer és melegítünk és olvasztunk, az egy 5000 méteres kút, amire konkrétan fejlesztünk. Ha nincs más kérdés, akkor köszönöm szépen!